akkor kérném a következő előadónkat, aki Csorba Ádám lesz, aki a Hellász medence litológiai és felszín morfológiai kapcsolatainak előzetes vizsgálata címmel tart egy előadást. Igen, és közben, hogy igen, ezt be kéne rakni valahova. Másikat meg felcsíted. Középre. Hát valahogy középre, ja. Jó, és akkor kell mutatni. Jó, ez minden. Tisztelt hallgatóság, előadásomban a Marsi Hellász medence litológiai és felszínmorfológiai kapcsolatának összefüggéseit szeretném bemutatni néhány előzetes eredmény bemutatásával. A vizsgált terület a bolygó legnagyobb impaktterületű mélyedése, mely a bolygó, melynek kialakulása a bolygó történetének legkorábbi szakaszára tehető, így fejlődését dokumentáló morfológiai sajátságai, üledékei, illetve ásványtársulásai sokat segíthetnek a bolygó ekkorai szakaszának történetének fejlődésének megismerésében. Korábbi kutatások a medencét főként morfológiai szempontból vizsgálták, köztük a 2001-ben készült geológiai térkép is, mely azonban kráter statisztikát és a egyes morfológiai formák egymáshoz viszonyított térbeli helyzetét felhasználva már rétegtani adatokkal is szolgált nekünk. Kutatók kimutatták, hogy a medence történetében fontos szerepet játszott a folyékony víz, illetve a jég általi erózió, illetve szedimentáció. Itt láthatunk pár példát az ezen folyamatokra jellemző morfológiai formákra, és ezen jellemző formáknak a térbeli kolerációja kimutatta, hogy a medence többször feltöltődött, méghozzá az itt jelzett mínusz 5800 és mínusz 3100 méteres szintvonalakig, amit hát nem tudom mennyire lehet látni, itt jelöltem ezeket a szintvonalakat, és a dombozati térképen látható a Marsi nulla szintvonalnál látható éles domborzati váltás, mely valószínűsíti, hogy az erózió, illetve szedimentáció sokkal nagyobb területeken kifejthette hatását, mint a fent említett szintvonalak által lehatárolt terület. A medencének fontos sajátságos jellemzője, hogy peremén három pajzsvulkán emelkedik. Itt láthatjuk az egyiket az észak-keleti peremén. Így fontos lehet vulkáni folyamatok, víz, illetve vízjég kölcsönhatásait dokumentáló morfológiai formák, illetve ásványtársulásoknak a vizsgálata. A kutatásnak az elméleti alapját két korábbi munka képezi. Korábbi kutatók szerint a bolygónak a felszínét két fő kőzet alkotja, a déli felföldek bazalt, a úgynevezett Surface Type 1, illetve az északi mélyföldeket Surface Type 2, amit andezitnek határoztak meg. Viszont egy másik elmélet szerint a Surface Type 2, tehát az andezit valójában nem andezit, hanem mállott, azaz filoszilikátokban gazdagodott bazalt, mely a spektrális vizsgálatok során andezitként jelentkezik. A probléma az, hogy a filloszilikátok, illetve és az andezitekre jellemző magas szilícium tartalmú közetüveg spektrális profilja nagyban hasonló. A visszolgáltatás helyreállítottál. Igen. Tehát... Jó. Tehát a spektrális profil nagyon hasonló, így a határozás nagyon nehéz. Tehát akkor munkánk célja az volt, hogy látszik, hogy a Hellász medencében is uralkodik ez a két kőzet típus, a magas peremeken a Surface Type 1-es, azaz bazaltos területek, kőzetek, illetve a Surface Type 2-es területek, tehát a elvileg... Igen. Annyit a helyzet
hozzá, hogy tényleg hogy a marssal kapcsolatban majdnem mindig a víz kulcs kérdés, tehát hogy van-e víz, volt-e víz, mennyi ideig. Hát mostanáig ide itt nem volt, de mostantól itt már lett víz. Ettől a kezdve helyre állt, és szerintem itt is most mi is közelíthetünk a vízes mállásos hely dolog helyreállításához. Akkor még egyszer. Tehát akkor a Surface Type 1-es területek, tehát a málatlan bazaltos a kráter peremén találhatók, tehát a Surface Type 2-es az elvileg málott bazaltosnak határozott területek, a belső területeken jellemző, és ezen információt felhasználva olyan ásványtársulásokat kerestünk, elsősorban szulfátokat és fülloszilikátokat, mely víz jelenlétében lezajlott mállás közben keletkezhettek, és ezeket a Surface Type 2-es területeken néztük meg, és morfológiához való viszonyukat is megvizsgáltuk. Módszerekről néhány szót fontos megemlíteni: a Thermal Emission Spectrometer mérés alapján 11 fő ásványcsoportot jelző digitális térképeket, és az emissziviti adatokat, melyek segítségével ezeken az ásványcsoportot jelző térképeken belül részletesebb ásvány meghatározás vált lehetővé, úgynevezett N-Member Collection segítségével, melyet az Arizonai Egyetem spektrális profilokat tartalmazó webes felületi könyvtára segítségével állítottunk össze. Ez kb. 40 ásványt fogott át minden egyes ásvány csoportból, a jelentősebbeket. És a mérések pontosságánál, tehát az adatok értelmezésénél figyelembe kellett vennünk úgynevezett termál inercia értéket, mely a hőtehetetlenségnek a mérőszám, ami azt jelenti, hogy adott besugárzás hatására egy anyag milyen gyorsan, illetve lassan hűl vagy melegszik föl. Ha ez az érték alacsony, akkor porról beszélhetünk, ha magas az érték, akkor szárkőzetről. A vizsgálat szempontjából csak ezen utóbbi területek jöhettek szóba. És az RMS error, mert azt jelenti, hogy a mért spektrális profil, illetve a laboratóriumban mért profil közti eltérés mutatja, tehát az adatnak a megbízhatóságát jelenti. A Hellász-medencén belül 4 olyan területet tudtunk elkülöníteni, mely a Thermal Emission Spectrometernek a detektálási határa feletti szulfát koncentrációt jelez, és ezeknek a területeknek, a reprezentatív pixeleinek a ásványkoncentráció értékeit százalékos értékben meghatároztuk, illetve ezen a diagramon ábrázoltuk. Hát itt csak azt emelnénk ki, hogy itt látszanak, és igen, ezen a diagramon ábrázoltam még a Surface Type 1-es és a Surface Type 2-es területeknek a ásvány koncentrációit is. Fontos megemlíteni, hogy ahol a szulfát mennyisége nagy, ott magas az üveg vagy fillosszilikát értéke is. Hát ugye ezt még nem tudtuk itt elkülöníteni a TESZ alapján, hogy itt most üvegről vagy fillosszilikátról beszélhetünk. És az emissziótok alapján eddig jelentősebb mennyiségben a szulfátokon belül a kiezelítet tudtuk elkülöníteni. Itt fölvázoltam néhány lehetőséget a medencében a szulfátok képződésének lehetőségeivel kapcsolatban. Fontos a vulkáni kén-dioxid termelés, mely kén-dioxid, ha a vízzel keveredik, akkor tehát kénsavat képez, és málasztja a magas kéntartalmú bazaltos szálkőzetet, mert a marsnak a litoszférája alapból magasabb kéntartalmú a Földhöz képest. És mivel a tesznek a térbeli felbontása kicsi, és nem nyers adatokkal dolgoztunk, így ez a vizsgálatnak ezen része inkább a területeknek a kiválasztásában volt segítségünkre, és tovább léptünk egy másik műszerre, a Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer from Mars, mely ezekkel a paraméterekkel jellemezhető felvételeket használhattunk. Mind hiper, mind multispektrális adatok rendelkezésünkre álltak. A feldolgozás menete itt látható, és a legfontosabb momentuma ennek a feldolgozásnak az infravörös és közeli infravörös tartományban készített úgynevezett summary products készítés, mely azt jelenti, hogy bizonyos ásványcsoportoknak a karakterisztikus spektrális profilokban jelentkező karakterisztikus elnyelési sávjait, illetve diagnosztikus spektrális tulajdonságait nézi meg egy program, az IDL-MB programjának a segítségével, és így
a képalkotó módszerek segítségével a képeken láthatjuk, hogy a keresett ásványok hol helyezkednek el. Itt például az olivinekre láthatjuk az 1 mikronnál látható karakterisztikus elnyelődési sávot. Az első vizsgált terület, egyelőre csak egyet dolgoztunk fel, a medencének az északi részén található Terbi kráter volt, melynek 2 km magas központi réteges szerkezete nagyon fontos lehet számunkra. A 2007-es geológiai térkép alapján több ilyen központi réteges szerkezet van, viszont mi csak a központit, a legnagyobbat vizsgáltuk meg. Ezen a képen látszik a szerkezetnek a réteges, a párhuzamos sík rétegzése. Pados szerkezeti rétegekről beszéltünk, hát nem tudom fönt a high-rise képen mennyire látszik ez a rétegzettség. És nagyon érdekes formák jelennek még meg ebben a szerkezetben, úgymint hát nem biztos, potenciálisan keresztrétegzések, illetve diszkordáns települések. Plusz még nem ezen a képen találhatunk, hanem másikon vetőket is találhatunk. És ezen a kis animáción láthatjuk, hát a vörös színek, amelyek olivin tartalmú rételeket jeleznek, és így hát a feltételezések, így a vizsgált korai szakaszában az, hogy ez egy vulkanoszediment réteg sor, de még részletesebb vizsgálatokra fog sor kerülni. Ezen az ábrán a figyelmet a piros színre hívnám fel, a piros csatornára, illetve itt lent látszik egy erőteljesebb zöld szín, sajnos a képzelet nem tudtuk még szoftveresen kiszűrni, azért ilyen zavaró. A réteg sornak az alján az mono, illetve polihidrát szulfát jel, tehát a rétegsor alján valószínűleg szulfátos képződményeket találhatunk, és a rétegsornak a leges legtetején vas magnézium fillosszilikátokat találhatunk, és itt láthatjuk optikai felvétel, hogy ezek pontosan hol helyezkednek el a rétegsorban. A fillosszilikátok jelentőségéről pár szót szeretnék szólni, hogy miért fontos az ásványcsoport a Mars kutatásban? Tehát például olyan filoszilikát, mint a szaponit, illetve a nontronit, mafikus, ultramafikus ásványoknak a alacsony pH-n bekövetkezett vizes mállásából származhatnak, így a Noachian kornak a végén bekövetkezett környezeti változásokat dokumentálhatják. És itt látható, hogy milyen rételekkel próbáltuk beazonosítani, hogy a szulfát milyen formában jelenik meg. Egyelőre sajnos még nem tudtuk szoftveresokok miatt kimutatni. Igen, következtetések, tehát négy teszt alapján négy területet különítettünk el, melyek fontosak lehetnek a további kutatás számára. A Terbi krátert választottuk az elemzések első célpontjának, és hogy egy potenciális vulkanoszediment rétegsorral állhatunk szemben, mely rétegsornak a bázisán szulfát található, valószínűleg a tesz alapján lehet, hogy ez a kiezerít, és a tetején magnézium vasfilloszilikát, mely a vizes mállás terméke lehet. És hát természetesen ez még a kutatásnak a legkezdeti szakasza. Későbbiekben részletesebb ásvány meghatározást fogunk végezni. És hát köszönöm mindenkinek, aki segített, és köszönöm a figyelmet. Én is köszönöm. Akkor kérdés, hozzászólás. Igen, talán. Elején azt a kifejezést használtad, hogy legkorábbi szakasza a medence kitöltésnek. Ki tudnád fejteni, hogy ez most mit jelent? Nem a kitöltések, azt lehet, hogy akkor rosszul fogalmaztam, hogy a bolygó története korai szakaszában alakult ki maga a medence. Tehát az impact esemény akkor a kialakulás után. Ezt onnan lehet tudni, hogy a
Kráter statisztikában. Feltéve, hogy a legkorábbiakról egyáltalán valami is megmaradt. Igen. A legkorábbi az nagyon, nagyon messzire nyúlik vissza, nem biztos, hogy ilyen messzire ellátunk, vagy hogy egyáltalán megőrződhetnek szerkezetek. Feltételezve azt is, hogy nem vagyok a csillagfejlődésben otthonjáró, csak a, talán a Föld, de még kicsit jobban. Amikor létrejön a bolygó rendszer, akkor még valószínűleg elég sokan kóvályognak itt a környezetben, tehát a gyakorisága a becsapódásoknak valószínűleg nagyon lehetett, feltételezve, hogy még nem alakult ki rendesen a rendszer. Tehát ott annyira is felülmítatják egymást, hogy, hogy továbbisak. Bármi nyomat, tehát amiket látunk, annak azt mondom, hogy, hogy ami látható ebből a legkorábbi szakasz, akkor azt úgy érteni. A másik kérdésem, hogy felmerült az andezit dolog, hogy ez nem sikerült egyértelműen igazolni. Gondoltál arra, hogy akkor ez mit is jelentene, hogy, hogyha andezit van, hát az vagy, vagy ugye a riolit fel sem merül, ugye? Ez a mások szerint. Hogy ennek érzel valami fejlődés történeti dokumentálását, hogy meddig jutott el a bolygó egyáltalán abban a fejlődési sorban, amiben a, amiben a Föld ugye máig is hát alakít. Így van, tehát igen, az andezitnek lemeztet van, hogy vonatkozásnak kellene lennie, tehát szubdukciónak kellene lennie, ami az eddig eredmények alapján nincsen. És igazából ezt a vitát az váltotta ki, hogy határozták, hogy andezit. És viszont szubdukcióra sehol, hát azt mondom, hogy sehol, tehát konkrét bizonyíték nincsen. És így hát az andezitet azért felül kellett bírálni, hogy, hogy ez most tényleg igaz lehet-e vagy nem. És ez a, ez a mállásos magyarázat, ez véleményem szerint is, mások szerint is, hát közelebb áll a valósághoz. Két évvel ezelőtt megjelent a Meteorites and Planetary Science nevű cikk az indiai Lunar, Lunar meteorit kráterről, és ott azt feltételezik, hogy a különböző anyagásványok, legfőképpen úgy emlékszem, akkor a Montoni, az a becsapódás után fellépő különböző termelés folyamatok, tehát post-impact jellegű termelés folyamatoknak köszönhető módon alakul ki. Azt szeretném megkérdezni, hogy itt sokkal nagyobb a célközöteknek a területi oszlása a Marson, ami egyébként az azatos nagyon. Van arra valamilyen közvetlen bizonyítékunk, hogy ezek az agyagásványok például, ezek az ásványok, társulások az impact események során, pontosan post-impact események során. Hát, hogy az agyagásványok. Így igazából az agyagásványokat, a filoszilikát, hogy egyelőre csak ilyen lokális elterjedésben néztük. Tehát ilyen regionális elterjedésben még nem. Például tudom azt, hogy a Youssef kráter, vagy pedig a Victoria kráter környékén a kidobott anyagban, tehát az ejektumban találták meg ezeket a agyagásványtársulásokat, és ott az a elmélet vetődött fel ezeknek az ásványoknak a kialakulására, hogy valószínűleg a post-impact események során a fellépő termális, még az is előfordulhat, hogy egy melegvizes forrás táplálhatja ezeket a, ezeket a lefolyásokat, ezeket a úgynevezett sárfolyásokat, a gázokat, amelyek mentén kialakulhatnak ezek a Én a Montronitról olyan elméletet hallottam, és jelenleg pont Magyarországon is van, hogy vulkánkitörések szilícium gazdag kőzetüvegének a vizes mállásából alakulhatnak ki Montronitok. A Nature-ben tavaly júniusban jelent meg Vincent Chevrier, egy francia származású, de most Amerikában dolgozó kutatónak az elmélete. Ő egy termodinamikai szempontból mutatta be ennek az ásványnak a kialakulását az import események során, csak egy mondjuk egy hozzászólás, egy javaslat, hogy azt mondom, hogy jó nincs is számom, hogy meg ez a cikk, úgyhogy akkor ezt nagyon figyelmi. Köszönöm. Nézzel, hát egy kicsit átadom, hogyha ezt a képet. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Elhangzott egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy milyen lehetett a marsi ásványvilágnak a globális elterjedtsége. Erre ugye a Mars Expressnek a mérései nyomán több csapat ugye, végzett összesítést. A legismertebb talán, amit a Dibbring féle csapat végzett, aki az amerikaiak által felállított globális nagy rétegtan rendszernek, ugye a Noé-kori rendszertől az Amazonas-kori rendszerig, és köztük a Hesperida rendszerig, meg tudott feleltetni fő ásvány típusokat. Ebben az értelemben a filoszilikátokat a Noé-korhoz köti, a Hesperidához köti ezeket a különböző szulfátokat, míg a legfélre az Amazonas-hez köti ezeket a különféle oxidokat. Tehát ilyen értelemben van már a Marsra is globális kép, ami összecseng a rétegtannal, amit ugye hosszú időt rekonstruáltak. Viszont ez nem egy ilyen nagy, tehát az egész területvárosában vannak között, nem pedig egy ilyen lokális átalakulásra. Tehát én csak azért mondtam, ez kiegészítésül, hogy nagyon sok helyen a helyi viszonyok fölülírhatják ezt a sorozatot, de ez a tendencia, mert szerintem a vizes Mars, az a Mars történetnek a korai szakaszában vonatkozik, tehát a filoszilikátokat elsősorban a logikon